Mehetsz, persze. Sziasztok! Sziasztok! Na, otthon vagyunk, most elindultunk a Pepco-ba, ugye a jó kis Béltorbágyi Pepco-ba, és először a Kikbe fogunk menni. Most vettem itt az érdikovázalat, és meg tudom mutatni, hogy hol a Muncsot. Most mondta, hogy indultunk el, léptem ki az ajtón, és hopp, jött az értesítés, hogy Muncs. Gyorsan megvettem, kettőt raktak föl, nem mutatom. Szóval itt van ez az érdi kovászda. Ezeket a gyönyörűség, az ablakra fókuszál. Na mindegy, szóval, hogy innen szoktuk azokat a gyönyörű pékárukat, kézműves dolgokat venni, amikor ugye hát ilyen, hát több mint 50%-kal olcsóban adják. A dinnyéket nézem, hogy itt a bácsi, amiket árul. Hát képzeljétek el, van tekeredve Alexnek a biztonságében megcsinálják. Szóval én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de idén valahogy, hát mondom már, mindjárt vége van az augusztusnak, holnap már szeptember van, és egyszerűen nem vettünk jó dinnyét. Most a legutolsó dinnyét, például a Tesco-ban vette a Laci, ilyen mag nélküli kisebb dinnyét, és egyszerűen sárga volt belül, és ilyen, hát nem tudom. Úgyhogy felrakta az éri csoportba, hogy ti is ilyen, nyilván mindenki ilyen, a Magdika is panaszkodik, hogy egyszerűen ők se találnak. Kicsit lejjebb veszem, hogy halljatok. Szóval ők se találnak egyáltalán jó dinnyét, szóval én nem tudom, hogy mi történt az idei dinnyével, tehát hogy azoknak is már túl meleg van most. Egyszerűen nem. Úgyhogy azt tanácsolták, hogy vigyük vissza, és tegnap visszavitték a Noéval, a Tesco-ba is visszaadták a pénzt. Tehát ilyen esetben, ha ilyen rossz, ilyen poshat, eltetlen dinnyét vesztek, akkor, és borzasztó, tehát 2000 forint volt egy nagyon picike dinnye. Szóval, sikerül? Lája nem jó, most már alul se jó neki. Együtt a kezénél felül nem jó, az már ott nem lesz jó. Várjál, Izem. Na, már hozzák. Hú, abban mi lehet? Az olyan kalács alakú. Ma délbe zárnak, igen. 11:30 van egyébként, szóval mindig egy órával, nem, most fél órával előtte rakta föl. És azonnal el is hoztam mind a kettőt, mert mi van benne? Hát most elég izé. Kevés tudsz volt már, én maradt, úgyhogy így eléggé össze lett legózva, egy kalácsot kaptunk. Ja, akkor válogatni lehet, tehát nem előre készített. Hát, nem sok, minden, mert gyakorlatilag mindent elvittünk, mert kaptunk 3 zsemlét. Igen. Akkor ilyen croissantból, nem tudom, hogy az milyen volt, én szerintem magas a tetejambó vagy 3-at, meg egy ilyen szilvalekváros, ilyen cincsavartat. Aha. És az a nagy, ami a kezedben volt, az micsoda? A kalács. Egy egész nagy kalács. Egész nagy kalács. Jaj, de jó! Na, úgyhogy most vagyunk a Pepco-ba, meg a Kikbe. Mert hát már a Kikben a karácsonyi díszeket kezdik kipakolászni, és az a durva, hogy itt vagyunk nyári ruhába, itt vagyunk 39 fok van, és a karácsonyi díszek kerülnek már kipakolásra, szóval még gyorsan az őszi díszeket is szeretném nektek levlogolni. Úgyhogy a Pepco-ban még most érkeznek a gyertyák, a mit tudom én, ilyen gombamanók, meg mindenféle. De én, nekem a kedvenc időszakom egyébként az ősz és a Halloween, azt tudjátok, szóval gyorsan most akkor elmegyünk, és hazafelé pedig megyünk, hogy az új felfedezett pizzériánkba veszünk egy pizzát hazafelé, bár van otthon grízes tészta, olyannak ígértem, paradicsomleves, szóval na mindegy. Úgyhogy érkezik a Pepco-ba is a Halloween, bár az meg augusztus, nem, szeptember 27-ig, ilyen Alexnek a születésnapja környékén szokott, az elmúlt 2 évben legalábbis így volt, most meg már most rakják ki augusztus végén. Hát na mindegy, szóval akkor most megnézzük, mert legközelebb már, mit tudom, ilyen 2-3 hét múlva már csak a karácsonyi díszeket fogjuk tudni nézegetni, szóval hát na mindegy, ez most már egy ilyen világ, nyilván nincsen raktár kapacitásuk, és ezeket időben meg kellett rendeljék, úgyhogy ezért pakolják most őket ki, úgyhogy akinek ez érdekes lehet, mondtam Malizának és Noénak is, hogy egy-egy díszt, jó? Egy-egy őszi díszt lehet a Kikben választani, amit a ti szobátokban helyeztek el, Alex meg úgyis ugye velünk van a nappaliban, szóval az meg közös. Úgyhogy Alex is választhat valamit, de az ugye ott lesz a nappaliban nálunk. Szóval akkor így megyünk, már úton vagyunk. Na most itt máshol álltunk meg, itt hátul álltunk meg, amit szoktam nektek innen mutatni, hogy milyen gyönyörű környéken van ez a másik oldal, a Kik. Hát ugye... Várj. Gyere, Lizál, megvárom a Lizát, tehetek egy kicsit. Megvárom a Lizát. Gyere, Husika.
Szóval ott van a kék, ugye? És itt van az a lift, az a büdös lift. És kicsit bejebb jövünk. Szóval nem itt szoktunk megállni, hanem ott lent a Pepco előtt. De mivel most a kékben kezdünk, ezért itt álltunk meg. És nagyon gyönyörű. Na, menjünk, mert azért tűz a nap. Annak ellenére, hogy 39 fok van, és tűz itt a nap, még mindig látjátok, kihozták a ruhákat, és nincsen semmi napvédelem nekik. Az összes ruhát kiszívja a nap sajnos itt. Itt gyönyörű helyen van, hát én csak ámulok. Csodaszép új építésű házikók vannak itt, vagy itt vagy egyenházak. De még ott hátrébb is. A büdös liftet. Hát igen, nekem az a baj, hogy muszáj használnunk a büdös liftet, mert Alex miatt ugye le kell mennünk. Úgyhogy most meg lefelé fogjuk használni a büdös liftet. Nem baj, hát ugye itt is meg tudjuk valahogy kerülni, csak óriási kerülő. Itt vissza kell mennünk, és ott, itt a pont lent, a másik oldalon van a Pepco. Hát ezeket az... De ezek meg... Ősziek, és mindet kiszívja a nap, nézzétek, hát ez nagyon nem jó ötlet ide kipakolászni. Ó, itt mindegyik tönkre megy. Gyorsan menjél be a hűvösbe. Na, jönnek? Jönnek. Jó napot! Lizóni is csak elmentél mellette, itt a Halloween. Szemgolyók? Hol? Aha. Szóval ilyen halloween-es gyertyák. Tessék? Füstök, aha. Pókus tárgyal. Jaj, Muti, de jó. Hát ez nagyon helyes. 500 forint. Eldobható tányér. Ha meg van tökös is, van kisebb, az is aranyos amúgy. Na, kivel agadtam? Itt az akciós polcon egy csomó szép ruhát. Úgyhogy, hát bizonytalan vagyok itt a méretekben, de találtam egész jó pofákat, úgyhogy... Melyik? Azok? Tetszenek. Megyek mindjárt próbálgatok, de... Jaj, de cuki. Tessék? Nem lesz karácsony vlogod innen. Nincs semmi karácsony, nem baj. És ez a Halloween-es, az nincs még, ugye itt? És a házikó? Viszont nincs. Gombák. A Halloween házikó. Hol vannak a Halloween-ek? Sunike van itt. Jaj. Ez a cuki. Ez a nagyon nagyos. 1800 forint. Mókuska is tehelyes. Ez is nagyon cuki. Tavaly is voltak ezek vizel. Emlékszel rájuk? Igen. Nem sok. Van. Meglepő. Mert más kékben, ahol voltunk a Török Bálintiban, már kint vannak a Halloween-ek. Ezért 800 forint. Ezt megnézem. Kettő, ez egy szép amúgy ez. Még szépek, mind a kettő kép tök szép. Okuska. Ilyen zeneverd, ez pont az kicsit tett bejebb, jó? Nehogy lehessen.
Úgy. Suni milyen helyes. És Manu gyertya. Ezer forint. Karácsonyi díszt. Hol? Egy gyertyát. Egy gyertyát? Szól, Véta. Nézd meg, de aranyos ez. Hát ezt tudti, hogy elvisszük. 550 forint. Ezt visszük, Lizó. Kis magházas szalvét, ez nagyon aranyos. És egy sünyi. Itt is van egy sünike. Sünyi. Itt meg. Sünyi lakik benne? Igen. Ez a róka, ez annyira cuki, csak mindig meglepődöm, hogy milyen könnyű. Azt hinni az ember, hogy nehéz, 1800 forint ez a róka is. De olyan kis könnyű az a róka, koma. De jöttem hátra itt az akciós pultra, és mit találtam? És a 300 forintra le van itt árazva. Székre lehet tenni, ilyen székhúzat. És olyan, mintha egy kis konyha lenne. Hát ez milyen komoly. Hát ez nagyon vicces. 300 forint. Nagyon tetszik. Igen, van még. Itt van még egy. Ó, ez meg ilyen barkács. Ez is 300 forint már. Ez pedig ilyen barkácsos. Na, ezt mindjárt mutatom a Lacinak, hogy ez milyen menő. Ha megtalálom őket, itt vannak valahol. Nem tudom, valamit nézegetnek ők is. Ó, itt még rengeteg minden le van áll az esküvői szezon végével. Itt még van egy csomó leárazott dolog. Na, ezt megmutatom a Lacinak, kíváncsi vagyok, mit szól. Kétféle is van, nem láttad ezeket? Fogadom menni a babakocsival. Ja, igen. De ez ahhoz képest egész tág kik, szóval itt szépen lehet sétálni. Pipi, levett az mondani. Na, tedd be oda lentre akkor. Ez egy rótos, igen, merevítésű vagy? Nem tudom, de van konyhás is, hát milyen menő már. Székhúzat. 300 forint. Jaj, ez csak egy húzat? Ez egy húzat, és ez ilyen szerszámos, de van konyhás is. Milyen menő már. De csak 300 forint, ugye? Hmm. 300 az ugye az? Ez ilyen menő. De kinti székre nem lehet ezt ráhúzni. Kisebb a szék, mint a gyerek, tehát nem kicsi székre van. Igen. Tehát maximum a székre, arra a fehér fa székre talán, piciükre. Nem akkora a fehér fa szék, hát az a derek a közepéig ér. Ne viccelj, ez egy normál felnőtt szék, de hogy is? Hogy lenne már akkora magas a pici faszék, mint egy kisgyerek? Dehogy, ez egy normál szék. Dehogy is. Na, mit találtál? Mennyi? Kedvenc szivacsunk van, úgyhogy viszünk egy csomaggal. Most a festés során egy csomó elhasználódott. Úgyhogy, de most rengeteg van. Ez a kedvenc mosogató szivacsom, de tök jó alakja van, tök jó. Úgyhogy, akkor most viszünk. Hát ez nyomocska kaparó. Na, akkor megyek, felpróbálom a ruhákat. Alexnek találtunk egy csomó pólót, úgyhogy idefelé jövett a próbafőke felé, szóval kicsit telepakoltuk az ő fiúk kosarát, szóval itt van, ezeket találtam ilyen őszi dolgokat, amik még ilyen tavalyról megmaradt leárazott termékek, szóval hát nem tudom, meglátjuk, hogy mi hogy áll. Igazából nekem a blúzok nem állnak nagyon jól, ugye mert melben erős vagyok, szóval na mindegy, megnézegetem, aztán majd eldöntjük meg ilyen. Hát hoztam ilyen érdekes ilyen leopárd mintáset is, hát
Sose lehet tudni, megnézzük. Vettem, én még nem tudom, a kedvencemet vettem most fel. Liza azt mondja, van tükör. Vegyen a Laci fel nekem pizsit. Jó, akkor mennyibe kerül. Na, de jó vagy. Várjál, mert még nem láttam, hogy néznek ki. Jó. Na, hogy nézek ki? Még nem tudom. Jó. Így lobog. Így széles. Nagy. Ez kéne ez csak elves, ez kicsi gondolom. Kéne, az, hát azt szerintem igen. Van 3XL-es. Jó, ez nem. Nem, ez XXL-es. Nem. Ja, akkor gatyája az nagyon nagy lesz. Na, na akkor mutasd, mizu van. Jó, hát ez nagy. Ebből kéne egy számmal kisebb. De amúgy nem rossz. Egyébként nem lenne olyan, de rossz. Nem? Kéne rá egy valami öv. Hogy lehetne? Hát annyira tetszik a színe. Ez a kedvencem az összes közül, az a baj. Ezt tetszik a legjobban. Nem lehetne ezt valahogy megcsinálni valami övvel, hogy mégiscsak jó legyen? Valahogy ezt szép húzni. Ez annyira tetszik, annyira jó színe van, de valami kéne, valami öv. Mindig elérte, hogy nagy. No, jó, hozott nekem egy felsőt, hogy ezt vegyem föl, ezt szeretné rajtam látni. Most hozta ide be. Na, anyát, meghal ebbe. De felveszem neki, de körülbelül 2 másodpercem ezt a nyakat, ezt nem bírom. Ma még mindig ebbe vagyok, mert valamit ezzel kéne, nem tudom, hogy övvel. Annyira tetszik, hogy ezt én nem akarom itt hagyni. De ez olyan. Annyira jó színe van élőben. Egyébként tök jó őszi színű. Most, hogy mit én egy póló fölé felveszem, így... Hm? Nem lehet jó póló fölé. Jobban kigombolva. Vagy bevetetni. Na. Hát nem működik, mint öv, mert ugye pont ott van ez a akasztója, de találtunk itt valami övet, és itt övvel szerintem ez nem olyan rossz már. És azt múltkor már kinéztem azt a tatyit. Egy fogom egy picit. Nézd. Na, hello, jöttem. Halloween. Halloween-ra jöttem. Csak itt vagy csalunk. Jó lesz így. Halloween-ra olyan hideges ők szoktak lenni. Ugye. Mennyire jó már ez a tatyi. Ez is le van árazva. Ludi, a kedvenc tatyink le van árazva. Mennyibe kerül? 3000 forint. 1500 volt, 5300-ra felárazták. Nézd! 4500 volt, 5300, és most 3000. De ez annyira cuki az a táska, én ezt imádom. És így szedtem. Jó, hát nem többit föl sem veszem, kész vagyok. Na, holjanak fölvettem, csak ugye mivel ruhába jöttem, ezért nincsen gatyom, szóval ide kell valamit tartsak, de na, szóval nagyon nem jó az anyaga. És hát a színe egyébként annyira nem rossz, de nem mindegy, felvettem, de nem. Na, ez is komfortzónámon kívül esik, de ez nagyon jó, és ez a 46-os. Na, milyen? Tigrises. Mert inkább leopárd, nem? Na. Na. Hát kell alá szerintem valami leggings. De látjátok, milyen jó. Ezzel ez így nagyon jó kis őszi. Hát ez lenne a méretem, igen, ez egy számmal kisebb lenne a méretem. Hát nagyon örülök. Ez is nagyon jól néz ki, bár nincs ilyenem, nincs ilyen felső. Lizát kérdeztem, hogy neki van-e, hogy ugye össze tudunk öltözni. Hát szerintem van egyébként, én úgy emlékszem, hogy van neki egy ilyen őszi szettje. Úgyhogy, hát de jó. Mondd, hogy jó, mert annyira kényelmes benne lenne. Lizának is ezt mondtam, hogy annyira finom benne lenni. Hasad kicsit különbség az adóban. Hasad? Hát az... Jó, az adó, de olyan jó benne lenni. Na nézzük. Jaj, de cuki! Az jó ez. Olyan finom anyaga van ez a... Hogy hívják ezt az anyagot, hogy elfelejtem? Viszkóz, aha. Jaj, hát ezt imádom. Jön, tutira jön ez is. Na, eddig az első. Jó, ezt azt nem kérem, azt, hogy a Noé hozott nekem, azt nem, de a többi szerintem tök jó. Hát a hasa az meg... Már kicsit dolgozunk rajta majd. Ősszel.
De úgy örülünk, hogy bekapcsolták a zenét, igaz? Most majd... Na nézd rám! Jól érzem magam benne, de a szín az, ami nem én vagyok. Na? Milyen anyán? Tényleg? Ez a szín anyának jól áll? Na, megyek ki. Nem az én színem. Na, mi van? Ez fura színű. Nem az én színem. De jó benne lenni. Ó, de szép. Na! Szép. Jó, itt azt mondta szép, Anoli azt mondta szép. Figyeljetek, olyan összegek ezek, hogy 2200 forint, szóval végre találtam magamra olyan ruhát, ami tök kényelmes benne lenni amúgy. Nem rossz egyébként. De ez még jobban is jár, csak mondjuk az a baj, a fekete az arcomhoz, ha megnézitek, hogy hát nem az igazi. Ugye? De nagyon kényelmes. Di, szép? Nagyon. Hozzuk el. Tetszene ebbe anya neked, ebbe a feketébe? Igen. Jó. Na, ugyanaz a szabás, és az vagy a nagy. De hát ez szintén úgy, mint a másik. Nem tudom, hogy van-e belőle. Egy számmal kisebb lenne belőle, akkor hoznám, mert én imádom ezeket most, ezeket a hosszú ruhákat, és ennek áll szerintem a legjobban a színe. De majd úgyis megmondjátok, hogy ki van az. Szóval szerintem ennek a legjobb a színe nekem. Hát most lakok egy övet, hát találok egy övet, de valami ilyen kis, vékony kis övet, és szerintem jó lesz ez. Ez milyen? Jó. Gyorsan mutatom, meghallok ebben a drágba, de nem akartam itt bugyikába. Szóval az első blúz, ami egyébként nem áll hülyén, de meghallok itt a nyakrésznél, hogy itt van, itt. Pont a nyakamnál van itt. Szerint, hát nem tudom. Mondjuk most abban halok meg, hogy ez a nadrág, ez annyira szoros, hogy meghalok benne. És csak Laci adott egy Laciát, hogy fel tudjam próbálni, nem tudom. Mert amúgy, tehát végre egy blúz, ami nem szűkít mellbe, viszont na, megpróbálom Laci nélkül, mert Laciban meghalok jelenleg. Laci adott egy, hát ez egy olyan napellenző, ami egyébként egy hajpánt. Na, muszom már, hogy nem, mert nincsen Laci. Inkább nem veszek fel több Laci, 40 fokban most itt, de ez egy hajpánt, kérlek szépen, egy olyan napellenző. Hát, vissza fogjad! Vissza volt megbízva, na mindegy. Szóval ez egy olyan, hát valami így, jó, köszi. Ez egy hajpánt, látjátok, hajpánt. Milyen menő már? Ilyen van. Na, még szokom ezt a blúzt, mert egyébként tetszik. Hát ritka az a blúz, ami rám jó. Még szokogatom itt a nyakrésznél. Elment a láb, de úristen, de meleg van. Megyünk a liftel le? Igen. Jó. Na, szóval. Fiúkat ott hagytuk, mert eleinte egy 10 percig nem jött eladó, mert nagyon-nagyon pakolnak, szóval, hogy a nyári dolgokat vadul árazzák le, és nagyon pakolnak, de aztán jött, és most ugye sok volt az akciós, főleg Alexnek, meg nekem is ugye a fölsők akciósak, és nem úgy viszi a gép. Szóval igen, úgyhogy a fiúkat ott hagyjuk. A jó hidegben, és meg akkor fú, de nagyon durva, szerintem legalább egy 15 fok különbség van. Liza, mi legyen? Lift? Oké. Okay. Nem a kedvenc liftünk. Jön? Nem tudom, mert itt elalszik azonnal, Liza. Hát ez nem csinál semmit. Akkor... Megyünk lépcsőn. Jó. Liza? Mi történt? Kiégett itt egy... Na, hát mi történik itt? Nem tudom, tűzoltóságos kordon itt. Na gyere! Pepco, hát reméljük még jól van ott a
Viszont Alexek nem fognak tudni lejönni, mert nem működik a lift ott. Úgyhogy sietünk. Viszont a Pepko meg a Rosszman az oké, okay, úgyhogy. Nem tudok lejönni Alexel. Csak hogyha autóba ide-vissza leállnak. Na. Itt szoktunk parkolni, itt ezen a részen. Ezt tudjátok látni, hogy itt várom őket, itt csak itt sem lehet Alexet ugye át, tehát hogy nincsen sehol átjárási lehetőség. Baba kocsival, ott meg már lépcső van. Szóval nem akadálymentes az a baj. Na, Mizu van itt, mert megnézzük, hogy 3 termék 9. hó 4-ig. Akkor még benne vagyunk itt a díszekre. Oda jó, hogy Laci jön innen. Ez a lakásdekorokra vonatkozik, főleg a gyertyákra. Lizó, nézd! Majdnem citrom neked. Ú, de hideg van itt is, te jó ég. Bejöttünk és így megfagyunk. Na, ott van, és csak Liza, ott van a őszi dekoráció, úgyhogy itt már kaptak. Na, de gyönyörű, ezt már néztük a Noéval. Ez de gyönyörű. És csodaszép. 1500 forint. Lizókám, hozunk kosarat, jó? Gyere! Hozzál olyan nagy húzósat. Szerintem inkább azt. Úgy látom, hogy azt tuti hozom. Ez a levél is milyen szép. Gyönyörű. $450. Ilyet is választhatsz, valamit válasszál. Ilyenünk van. A konyhába szoktam kitenni. Valamit válasszál. Nincs csak az almás, de helyes. De mindjárt meg... Jaj, ez az egész. Aha. Ugye az egész van így. 2005. Aha, gombás. Cuki. Nincs oda? Az tökéletes. Ez jó lesz neked? Jó. Szupi. Ez is nézd meg milyen helyes. Tökös is nagyon szép. Ezek a kis üzék. Milyen cuki. Ezeket mindig megnézzük. A hajba valókat, ez a békás, ez csúcsom úgy. Nem citrom, az ananász még mindig. Ez a komoly, Liza. Ez nagyon. Ez nem a tökös. Ez csak a gombás. De aranyos ez is. De én a tököset keresem, mivel 3 kis tök van. És csak itt a gombák. Hát ezek viccesek. 1800 forint. Tessék? Törpök, gombatörpök. Ezek itt még ezt megnézem. Lüstök. Lüstök. Plüskomba vagy ez micsoda, Liza? Plüskomba. Plüskomba. Ez a kis manó. Jaj, de cuki. Ez helyes, Liza. Ez nagyon helyes. Ugye, te Dudi szerintem tuti kér. Kérdezd meg tőle, hogy szeretne ilyen manócskát. Ez gyönyörű ez a pohár, csak annyira vékony. 1000 forint, hogy betöltesz valami meleget és széthottan, szerintem. Úgyhogy ez nem az igazi. Hát még jönnek, pont jókor jöttünk, most pakolják ki az őszi részeket. Ez cuki. Jó, ilyen manót veszünk nekik, ez aranyos. Ez cuki nagyon. A fiús, ugye? Lányos, az nem? Vagy ez is aranyos?
Legyen egy Lizánk is. Legyen egy Liza is ez a lány. Maranyos. Látom, látott valami Halloween gyertyát valahol. Mert majdnem jöttünk közöttbe, és találtam Noénak, meg Alexnek őszi baseball sapit. Milyen jó már az a Barbie haj. Eljöttünk ide a Török Bálinti Osánba. Hát, ha van a leopárd, itt is le tudunk menni, ide. Leopárd mintás ruhából egy szemmel kisebb, és akkor becserélném. Mert ugye ez is ugye mind a kettő eléggé kieső, ilyen kihalt. Na, az attóim van. Úgyhogy eddig a fiúk külön utakon lesznek, ők jönnek ide a játszó részlegre. Szik a kezem! Na, mi meg gyorsba megnézzük itt a szokásos körünket, de voltunk itt az iskola után, valamelyik nap beszaladtunk, és szerintem nagyon picike részen van itt ősz. Gyere, itt fogok gyorsan. Tapozok vannak, úgyhogy reménykedünk. Bögrék jöttek. Szóval a más nem nagyon látok, nagyon picike részen van itt ősz. Úgy ennyi. Kiska, ha kis gomba. És ez itt egy néz, csak ez itt mi? Kis manó. És van ilyen, néz, csak milyen szép ez a gomba. Csillogós gomba, meg van ilyen doboz is. Ott szerintem már nem láttam. Hol itt? Olyan 450 forint. Na jó van, megyünk szerintem tovább a kikbe. A madár. 1500 forint. Aha, ezek a barátaid, ezek nagyon helyesek amúgy. Nekik mindig köszönsz. Tényleg viccesek. Nagyon ilyen asztalra rakható, ilyen alátétet se találunk. Hát menjünk Lizókám, szerintem át. Ez ilyen bőr alátét. Arany. Hát ez érdekes. De amúgy nem olyan rossz. Van meg egy picit? Nem olyan rossz egyébként ilyen bőr alátét. Tényleg, amúgy egy ezres. Amúgy szép. Azért már itt 5000 forint lenne ötünknek. Azért az sok. Van ilyen rózsaszín is, ha látom. Hát ez érdekes. Na menjünk szerintem, hogy tényleg kicsit játszani a fiúkkal, jó? Menjünk. Úgy látszik, itt szombaton van nagy pakolás, Biatorbágyon is, meg itt is, szombaton pakolásznak, úgyhogy nem, a csütörtökön van az akcióváltás, ott vannak a pályai. Csütörtökön van az akcióváltás, és dolnád, hogy ugye szerdán pakolnak ki, de nem, hanem ahogy kapják az árut, azt mondták, úgy nem találkoztak, akikbe kérdeztem, amit keresek a Halloween házikót, azt mondták, hogy nem kaptak egyáltalán olyat, úgyhogy meg most a karácsony fog jönni, és hogy ma délután már annak csinálták a helyet a karácsonyi díszeknek, úgyhogy nem tudom, nem baj, nekünk az ősz, mert a Halloween van most még, amit szeretnék nektek ugye mutatni így a vlogban, úgyhogy karácsonyra még ráérünk szerintem bőven. Na megnézzük itt a gunyákat a kikben gyorsba, aztán egy kis pihi, ugye? Jó, úgy látom, ezt visszük az ajtóra, de nézd, van más színű is. És csak van ilyen... sárga. Utasd, van sárga ruhás. És van itt egy... zöld. Azt nézd meg azt a zöldikét? Na, vegyed. Van egy zöld sapkás is. Melyik? A sapkájuk is más, igaz? Igen. Hát ezek nagyon helyesek. Uti? Ez is szép, mind a kettő szép. Van itt még egy kis húsvéti csoki. 300 forintra leárazva valaki.
volt? Itt van ilyen óriási dogrizda, nem lesz 8000 forint. Most ezt nem borogatom itt föl, de ugye emlékszem, hogy 8000. Nagyon üvölt a zene itt. Hát ezek a nuszik. Azt hiszem, hogy ez fél lábú? Ez. Vigyázmatlan is vannak. Beszorult a lába. Ezek szépek. Mint messziről szép volt. Na, itt nem szorult be a lába kis Malónak. Szurikálták, de helyesek itt. Itt elférni, mert itt esélytelen. De itt vannak azok a típusú ruhák, szerintem. Beverekedtem magam, amit keresek. De nem nagyon. Hát ott talán van egy. Jaj, át kell folytani az egészet. Azt kéne megnéznem ott. Én nem tudok sehol átmenni, annyira szűkek itt a helyem. Mikor a szemed az? Hogy? Nem. Na hát ott valami csoda folytán megmaradtak ezek a ruhák, de hogy itt ezt a kettőt találtam összesen. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez az én színem, de így megnézzük. Méret az stimmelne. De nem biztos, hogy ez az én színem. És akkor van itt még egy, amiben a méret nagyon nagy. Tehát óriási, de hát sose lehet tudni. Akiknél? Megnézem végül is. A nőszi színű egyébként. No, szóval szintén nincsen nagy cím, tehát ezt nyilván valami nadrággal veszi fel az ember általában, nem? Péntek 1200 forint ez, de ez nem végig gombos, nagyon furi egyébként. Meglehetősen furi. Ez itt, azt hiszem, nézzük csak, 3 gombos. Szóval így eddig gombos. Hát nem tudom. Amúgy nem rossz egyébként. Felett csatoltad. Nekem az a lényeg, hogy ne legyen hosszújú, mert azt nem a hosszújúba, és ami a nyakamhoz ér, abban én megfulladok. Szóval az tudja nem jó. De ez szerintem ez tök jó pofa. Úgyhogy 1200 forintért szerintem ezt nem hagyom. Szerintem ilyen nagy, ha nagyobb. Tehát, hogy tovább le... Bár, várjál csak, nem, itt össze van. Nem, itt össze van varva itt egy kicsit. Hát nem tudom. Nem tudom, szerintem... De amúgy ezt mivel? Tehát, hogy ezt most vegyek egy harisnyát? Vagy leggingszel ez mehet leggingszel? Sima mehet leggingszel? Nem tudom, most 1200 forint. Nem tudom. Hát. Anya. Itt kint, nézd, mi van itt kint, hogy jobban szellősebben. Nem rossz amúgy. Szerintem, ez is olyan kis őszi, amit nem tudok, hogy ezt a gumis részt, ezt meg tudom-e szokni. Ugye olyan furcsa helyen szorít. Meg tudom, ugye? Meg tudom szokni. Mert amúgy szép kis, nem tudok messze várni, annyira picike itt, meg itt van azonnal
mögöttem az a... mi ez? Táskák itt vannak, hogy... Na de azt mondjátok meg, hogy ezt mivel veszed fel? Tehát ez már egy ruha. Ugye ez mindenképpen ugye kell egy... Szerintem egy harisnya, nem? Liza azt mondja neki, az nem. És hihetek 1200 forint. Most... kivakul a kamera, de 1200 forintért szerintem ez 3500 helyen. Szerintem ez jön. És szerintem ez is jó, nem? Ez tetszik? Ez anyás? Sose jártam ilyen ruhákba, egyébként soha. De ezek most kifejezetten nekem tetszenek. És az a jó hír, hogy ez is, nézzétek, 1200 forint. De ugye, amit megkérdezem az eladókat, hogy 4800 helyet, megkérdezem ezeket, mivel kell fölvenni, tehát alulra itt mit veszel fel? Egy fekete harisnyát? Írjátok majd meg. Léci, hogy ezt hogy kell ezeket fölvenni, de hát ennyiért ezeket biztos, hogy nem fogom itt hagyni. Úgyhogy megyek, még bevetem magam oda hátra, de annyira szűkös a hely. Jó, ez a, ez a kosarunk, ezt visszük. Ezeket én nem adom. Úgy örülök nekik. Na, hát ez az utolsó. Istenem, megyünk. Megfulladok ebben az üzletrendszer. Annyira tömöttek ezek a, meg annyira nincs levegő. De találtam, ez is 1008, nem kicsit olyan mami mintás, meg szintén elég nagy. De hát ővel ezt meg lehet oldani, mindjárt megnézem, mert van egy rózsaszín, úgyhogy jobban tetszik. És hát találtam egy ilyen piros ruhát, ami 2006. És még ilyen nacikat, de azt most felsőm nem lesz, azért nem tudom mutatni. Na jó van, megpróbálom ezt. Kimegyek. Nem, ezek ilyen hosszított blúzok, szóval nem tudom, most ez így ruhának is egyébként akár jó lehet, de így sincs több helyünk. Amúgy nem rossz amúgy szerintem. Nem mamis, ugye? Nem érzem mamisnak. Biztos fogjátok egy páran írni, hogy olyan mamis, de szerintem nem mamis. Szerintem jó. Na, szóval ez az első, amire azt mondom, hogy nem hozom el. Ez, nem tudom, szóval a nyakán, ez hogy áll? Nem tudom, kimegyek, mert megsülünk, egyszerűen annyira nincs itt levegő. Az egész osámban annyira nincs légkondi, hogy megsülünk. Hogy van ez? Ma furán áll ez. Valami ezzel itt nem. Nem kerek. Nem tudom, furcsa, és így nem jó, így meg így se, vagy nem így. Hát, de itt mi a helyzet? Nem lehet lehúzni így vállom, mert ez fura. Milyen, Liza? Tessék? Fura. Igen, ez itt furánál. Úgyhogy ez az első, amit azt mondom, hogy nem, ezt nem hozom el. Volt itt azért pár fokkal jobb, meg jár a levegő, de ott ment a kipán, meg lehetett fulladni. Meg hát rengeteg áru van itt. De azt néztem, hogy itt a Török Bálintinak például van raktára. Nem nagy, de itt mellette itt van. Mindig eljönünk oda, de itt végre van egy kis levegő. Itt van, látjátok. És szerintem itt vannak a Halloween-ek, a karácsonyok. Itt azért van. Van egy raktárhelyiségük. Úgyhogy még itt lesz mit kipakolni. Mondta, hogy még pakolnak, még ezerrel pakolják ki az őszi részeket. Megkérdeztem a leggings, vagy a ruhát, és akkor ezeket a hosszított blúzokat, mivel szokták ezt feljönni, és mondta, hogy hát sima fekete leggings. Ugye a világ legtermészetesebb dolgaként mondta, szóval mondom, jó, hát én még sosem, tehát én nem partam ilyeneket. Én eddig ilyen nadrág felsős voltam, de majd most. Ma. Úgyhogy, igen.
Na, megjöttünk a játszó részlegre. Ez a harisnya, vagy nem tudom, mi volt még a harisnya? Nem tudom. Itt van Alex, legózik. Itt legózik. És itt ilyen óriási... Ó, azt ő csinálta végig? Hello! Látom, jó sokat ugrándoztál itt. Jól meg vagy izzadva. Ezt te csináltad, Alex? Ezt itt az, igen. Ali építkezik? Ügyes vagy. Ó, fel is állít, Alex? Na gyere! Jaj, na mutasd, hogy kell felállni. Gyere, Ali! Gyere, mutasd. Jó, ott vannak a új szakmácskorcsot utána, mert annyira nem volt levegő, hogy fú. Gyere! Azaz! Gyere, gyere! Jaj, de ügyes vagy, Alex! És az nagyon ügyes! Nagyon ügyes vagy! Nézz is ide föl, anyára! Hol van anya? Ali! Hol van anya? Szia! Nagyon ügyes vagy! Ügyes vagy! Na, visszatértünk a Lizával gyorsba. Iszünk Halloween-es gyertyát. Ezek most kerültek ide ki. Na, mi már úton vagyunk haza. Elfáradtatok? Igen. Na, a szemüveg, bocsánat, ez rajtam van, ugye ez a dioptriás szemüvegem, szóval egy szoknyám. Tehát, hogy amikor azonnal felveszem, akkor olyan nagyon furcsa a világ, ugye mindegy, a két szememet összehangolni, és utána, ahogy leveszem, szintén nagyon furcsa a világ, szóval muszáj szoknom, ugye nekem csak vezetéshez kell a szemüveg, úgyhogy bocsánat, de ez most, ahogy indultuk is, meg most is így hazafelé is rajtam lesz. Csinálunk majd hol videót, főleg a ruhákat, azokat, hogy szeretném felpróbálni. Azt nem mond, biztos, hogy nem leggingzel fogom, és nem harisnyával, mert 35, vagy most már csak 34, de az 35 fok volt, ahogy jöttünk, úgyhogy kizárt, nem tudom, majd valami árnyékos helyet keresünk, ugye. De szeretném őket még egyszer felvenni, hogy ugye, hogy szellősen látva, milyen megy egy kis próbafőkébe, vagy egy kicsi, kis szűk helyen, azért nyilván más volt, de jól éreztem magam bennük, szóval szerintem ez az az én őszi ruhatáram, tehát, hogy inkább én valacit hagyok vezetni. Szóval inkább ilyet, mint egy farmerban feszengeni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mivel, de én inkább egyébként harisnyákat szeretnék majd hozzájuk venni. Nem tudom, hogy hol fogok magamra találni, de meglátjuk. Úgyhogy lesz hol videó. Úgyhogy köszi, hogy velünk tartottatok, és legközelebb már, amikor jövünk ilyen Pepco, Kik, mit tudom én, Teddy, Sinsay túrára, akkor az már a karácsony lesz valószínűleg, ugye? Nem tudom, szerintem már Halloween az el fog fogyni lassan, nem? Vagy nem is kaptak, például akik bármit, amit kerestem, egyik helyen sem kaptak azt a kis szellemházikot, ami tavaly is volt, de tavaly is lemaradtam róla, úgyhogy a tökös gyertya az meg csak egy legenda a Pepco-nál, szóval azok már kise kerülnek a polcokra. Általában itt a Halloween-es gyertyát szólt, olyan helyes volt a pénztáros, hogy hozzak még egyet, mert az ingyen lesz, mert hogy ugye például a Biatorbágyiban semmilyen őszi dísz nem volt ebben a kettőt fizet akcióban, az őszi díszek nem voltak, itt viszont szólt, hogy a Halloween gyertya az benne van, és hogy hozzak még egyet. Úgyhogy ahogy kirakta, előttem egy hölgy elvitt, mint én kettőt, én meg elhoztam hármat, és ennyi volt, még talán egy darab gyertya maradt, és ennyi. Tehát ennyit kaptak. Úgyhogy ez ilyen, tehát mi pont jókor mentünk most itt, hazafelé láttam, hogy ugye pakolnak folyamatosan, úgyhogy akkor még Laci mondta, hogy ott a Halloween gyertyád. Na, úgyhogy akkor beszaladtam azért, és igazából ez is olyan, mint a mese, hogy hol volt, hol nem volt, itt van nálunk, ugye? De nálatok még ott szerintem jó eséllyel találhattok, nem tudom, most hétvégén pakolásznak szerintem, úgyhogy hát meglátjuk, hétvégén hátra találtok. Na, sziasztok!